drog problémáról fogok beszélni. Ez egy igazán nagy és súlyos társadalmi probléma. És én ebből élek. Nekem ez a munkám. Önök persze okkal mondhatják, hogy ez nem a mi problémánk. Ez a mások problémája. És én ezt készséggel elhiszem. Ezen a képen mások gyermekeit láthatjuk 2011-ben, amikor különböző kábítószereket használnak. Van itt minden marihuána, nyugtató, LSD, még mágikus gombát is nyomnak a tinik, 16 évesen. Szóval ekkora a probléma. Persze ezt lehet fokozni. Ezt a fényképfelvételt titokban készítettem, és le fogom tagadni, hogy megmutattam. Az látszik rajta, hogy 2011-ben az injekciós szerhasználók között robbanásszerűen megnő a hepatitis C fertőzöttek aránya. Ez tényleg nagy probléma, de ez is a mások problémája. Akkor, amikor ilyen drogos diagramokkal paráztatok, édesanyám mindig azt mondja, hogy kisfia, inkább magaddal foglalkozzál. Én ezt tolom. Koffeint. Most jöhetnék azzal, hogy mekkora kávégurman vagyok, és hogy reggelente a kávézókban kortyolgatom a feketét, és hogy különleges pörkölési eljárásokat ismerek, de szó nincs erről. Reggel felkelek, egy duplával megütöm magam, jó svédacél kávéfőzővel, sok cukorral, nem érdekel az íze. Azt szeretném, hogy vigyen, hogy stimuláljon, induljon a nap. Ha nem tenném ezt, akkor nem tudnék funkcionálni nagyjából délben nem bírnék beszélni, nem bírnék artikulálni. Nem, nem, nem működnék, függő vagyok. De szerencsére az én függőségem, nincsen gond, mert lehet kapni kávét. Bajban akkor lennék, ha betiltanák a kávét. Nekem onnantól kávé dílerekkel kellene találkoznom. Mindenféle kétes alakokat kellene felhívnom, szia, tudsz segíteni? És ilyen mondatokkal kéne megszereznem a kávét elterjedne rólam, hogy, hogy függő vagyok. És amikor megveszem a kávét nagy nehezen, akkor titokban lefűzném, valahogyan elkerül, vagy a szag átmenjen Gáspár nénihez, ki biztos, hogy följelentene, mert hogy, mert hogy kávézok. És az derülne ki rólam, hogy, hogy én vagyok a kávés felé az ötödikről, és nem lennék megbízható, és nem adhatnék elő ilyen menü helyeken. De szerencsére az én függőségemet védi a törvény. A világ örömforrásait tiltás mentén két nagy csoportra bonthatjuk. Egyiket védi a törvény, itt fogyasztást generálunk, a másikat tiltja a törvény, itt bíróságok dolgoznak. A mama koka leveléből készített italt marketingesek árulják, míg a marihuana leveléből sodor jointot a bíróságok több évvel szokták jutalmazni. Jól lehet látni azt, hogy azt gondoljuk, hogy különböző szerek magasabb kockázattal bírnak, és ezeket, ezeket elkezdjük tiltani. És a tiltástól azt várjuk, hogy majd akkor az emberek nem használják, és nem lesznek függők. A tiltás mentén hatalmas rendszereket hozunk létre, és a tiltó rendszerek egyik legdurvább formája a drogháború. Ez az ember találta ki, Richard Nixon a neve. Tricky Dicky. Ez volt a beceneve, mert nagyon a stratégiának tartották őt. Persze nem volt akkor a stratégia, hogy ne bukjon bele a Watergate botrányba, és a drogháborúba is ugyanúgy. De előtte még felperzselte Mexikót, Megszúrt a gombákkal teljes Dél-Amerikát, és az USA lakosságának egy jelentős részét börtönbe záratta azért, mert füvet szívtak. De az emberek nem hagyták abba a drogozást. Bármennyire fenyegettük őket börtönnel, ezt az Istennek nem akarják abba hagyni. Újra és újra ezzel a problémával szembesülünk. Aztán persze most, amikor a drogháború véget ért, és az Egyesült Államok két államában is legalizálják a marihuánát, akkor a helyzet megváltozik, hiszen mostantól a hivatkozási alap nem egy amsztalami kupleráj, hanem Washington DC. És akkor most hogy lesz? Akkor lehet majd drogozni? Akkor függők leszünk? Vagy akkor, akkor mi a kérdés? Lehet, hogy teljesen rossz térképet tartunk a kezünkben. Sokkal keményebb arcra van szükségünk ahhoz, hogy előre jussunk. Ha ilyen Arisztotelész vagy most föltámadni és eljön a közénk, akkor kinevetne minket. Azt mondaná, hogy nem vagyunk normálisak, hogy rendészeti eszközökkel akarjuk megregulázni a vágyakat. Azt mondta, hogy ez nem vezet sehová, hát rejtett lesz a droghasználat, nem fogjuk tudni, mi történik, nem lesz kontroll. Aristoteles az erényt ajánlotta volna. Az erényes életet, azt a lelki alkatot, ami dicséretet érdemel. Az erény mindig két szélsőség között jelentkezik. Ha valaki mondjuk nem tudom én, bátor, akkor az a gyávaság és a vakmerőség között van. Ha valaki mondjuk nagylelkű, akkor az a tékozlás és a sóherség között vagy súherság, ahogy a nyolcban mondanák. A mértéketesség erénye az a teljes örömtelen élet, és az örömök feltétel nélküli hajszolása között van félúton. Aristoteles szerint a mértéketesség erénye minden erény közül a legjobb. Ha valaki tud járni ezen az úton, ezen a gyakorlás által elsártítható úton, akkor az ő számára a függőségek elkerülése az egy plusz ajándék, túl azon, hogy a családja generációkon átívelő jó hírnévet fog szerezni magának. Persze, ő is tudta, hogy ez nem könnyű, sőt, ez a legnehezebb. Felállni a terített asztaltól akkor, amikor legjobban esik az étel. Hogyan tudnánk ezt megcsinálni? És persze Arisztotelész bölcs volt, de akkor, amikor mások öröméről beszélünk, akkor tele a padlás bölcsessége meg okossággal. Ahhoz, hogy választ találjunk erre, egy sokkal keményebb arcra van szükségünk, egy harmadik arcra. Michel Foucault. Hát Michel foucault kevés keményebb arc van. Vagyis hát volt, mert hogy meghal sajnos egy 700 köthető betegségben. Használ drogokat, egy hatalmas filozófus volt, és meleg férfiként élt. Az összes stigmát begyűjtötte. De mielőtt elhagyta volna az árnyékvilágot, hatalmasat is maradandót alkotott. Átemelte az antik világból a mértéketesség erényét, és hazarendelte a hétköznapokhoz. Ő azt mondta, hogy gondozzuk az örömeinket, gondozzuk a gyönyört, vegyük számba az örömeinket, és az, amit még Aristoteles célként tekintett inkább a vágyak megregulázását, azt ő eszközként. És azt mondta, hogy ez az eszköz vezet el minket a gyönyör fokozásához. Minél kevesebbet használunk, minél inkább élünk a mértéketesség erényével, annál nagyobb gyönyört fogunk tudni elérni. Persze mondhatjuk, hogy oké, okay, és akkor fukú is nagyon okos volt, és mi lesz holnap? Mert hogy péntek van. És holnap itt a hétvége, és mi lesz a hétköznapokkal? Hogyan tudnánk járni ezen az úton? Erre is van megoldás. A jó öreg naplózás. Találjuk fel a meleg vizet. Akkor, amikor valaki számba veszi, megszámolja a kiadásait, egy hónapig mondjuk, 30 napig, és ezzel szembesül, akkor azt látja, hogy hát igazából többet költ, mint amennyit keres. Ugye Magyarországon ezt úgy hívjuk, hogy bár élhetnék úgy, mint ahogyan élek. Ez egy nagy csapda. akkor, amikor az örömforrásainkat próbálnak ugyanezt tenni, akkor egyszerűen írjuk le, miből mennyit használunk. Kávéból, cigiből, pálinkából, szexből, Facebookból, sorozatokból, fájdalomcsillapítóból, vagy akár mágikus gombából. Írjuk le, írjuk le szépen, és rendeljünk mellé három dimenziót. Nézzük meg, hogy mennyit használunk belőle. gram, deka, szál, sluk, csík, óra. Nézzük meg, hogy hányszor. Reggel, délben, este. Reggel, délben, este. Nézzük meg, hogy mekkora örömmel. Legyen a nulla mondjuk a egyáltalán nem tetszett, nem okozott örömöt. Az ötös a, hát a közepes, valamennyire tetszett. A tízes mondjuk a kirobbanó gyönyör, ezt kerestem, ez van végre. És csináljuk mondjuk 30 napig. Persze most már nem bíbelődünk cerkával, betesszük a számítógépbe, és arra kérjük a gépet, hogy rajzolja ki nekünk a tudatunk tablóját. Ezen a tablón minden egyes kör egy örömforrás szimbolizál. Én már évek óta nem cigizek, tehát nem az enyém. Akkor, amikor ezzel elkészülünk, akkor láthatjuk, hogy minél magasabban van egy örömforrás, annál nagyobb gyönyört okoz. Minél inkább elmozdulunk a medzésponttól, annál gyakrabban használjuk, minél nagyobb egy kör, annál nagyobb mennyiséget. Persze, minél gyakrabban használunk, annál nagyobb mennyiség lesz, és annál inkább fognak meghízni ezek a körök, és egyre inkább fogjuk elveszíteni azt, amit szerettünk volna megélni, az örömünket. A mértéketes ember nem akar mást, mint minden egyes pici kört feljuttatni a bal felső sarokba, a gyönyör sarokba. Az az ember ír mértékkel, az az ember tudja megélni a gyönyör legmagasabb fokát, akinek az életében csupa pici pöty van felül a felső sarokban. Látják? Alig telt el 10 perc, és a drog problémától a gyönyörök kapujába jutottunk. Az az ember, aki az örömforrásokat mértékkel használja, egy olyan új dimenziót jutnak az életében, amelynek a jutalma az élethosszan tartó öröm és az élethosszan tartó gyönyör. Merjenek kevesebbet, ez a gyönyör útja. Köszönöm a figyelmüket.